Idén is színes felhozattal fogadja az utazás kiállítása érkezőket a budapesti Hung Expo területén. A Balaton környékének legjobb kikapcsolódási lehetőségeiről épp úgy napra kész információt lehet kapni, mint az észak-magyarországi nagyvárosok vagy az Alföld nevezetességeiről. Ceglét hosszú évek óta mindig jelen van a kiállításon. Most nem önálló standon, hanem Ráckeves, Sziget-Szent Miklós és Zsámbék társaságában várják a kiállításra látogatókat. A fürdő, az akvapark, a rendezvények és egyéb turisztikai élmények ajánlóival. Az idei évben nyitottunk, és a Budapest környéki kiállítókkal együtt jelenünk meg, mert úgy gondoljuk, hogy ahogy egy csokorvirág is egybe van, úgy a szolgáltatásokat is, hogyha egybe fűzzük, akkor nagyobb szortimentet tudunk nyújtani az oda látogatóknak, illetve az ide látogatóknak, a hozzánk látogatóknak. Úgyhogy ezekkel a szolgáltatásokkal jelenünk itt meg, és hát reméljük, hogy minél több embert csalogatunk. Fontos, hogy a város minden évben bemutatkozzon ezen az eseményen, hiszen egyre többen keresnek kikapcsolódási lehetőséget belföldön. A városnak az egyik lába, fejlődési lába az mindenképpen a turizmus, az idegenforgalom. Ugye a fürdőnek az elkészültével a 2000-es évek elején elindultunk egy úton, és egyre jobb a helyzet, hiszen azt látjuk, hogyha csak az országos trendeket nézzük, hogy mind a külföldi, mind a belföldi turizmus hihetetlen számokat, látogató számokat ver, évről évre nő a belföldi turisták száma, és én úgy hiszem, hogy a gazdaság élénkítésen túl nagyon komoly szerepe lesz a négyes út elkészültének az idegenforgalom a turisztika fejlődésébe. Ha elkészül az új út, Budapest gyakorlatilag 20 perc távolságra lesz. Gyorsan megközelíthető lesz Cegléd és a környék kínált a csendes, nyugodt környezet. Ráadásul árakban és szolgáltatásokban is versenyképes Cegléd, fogalmazott a polgármester, aki elmondta, pontosan a turizmus fellendítése érdekében döntöttek úgy, hogy a város idei költségvetésében 80 millió forintot fordítanak a fürdő fejlesztésére, karbantartására. Hiszen a növekvő belföldi turizmusból Cegléd is szeretne profitálni. Az utazás kiállítása a Hung Expo területén egész hétvégén várja az utazás szerelmeseit. Cegléd az A pavilon 311C standjánál található.